Szép jó napot kívánok! Önök az NX TV újabb fergeteges futamát nézhetik. Sziasztok! Jó magam Léti Attila vagyok. Én leszek ezúttal a kommentátor is, illetve a kameramen is. Hát újból elérkeztünk ugye a DTM futamához. Sajnálatos módon szombaton technikai problémánk volt, konkrétan az alaplapom leégett. De ezt pótoltuk. Nos, hát sajnos Zandvoort kimaradt, de ami késik nem múlik, a srácok most elindultak a felvezetőn, és közben akkor nézzük, hogy hogy is állunk pontilag kivezet. Konkrétan az első helyezett Orbán Tamás 184 ponttal, Sáfrány István 143 ponttal a második, harmadik Boró Krisztián 137 ponttal, Jaksi Gyula 123 ponttal, a negyedik Cséplő az ötödik 113 ponttal, Deveter Ádám 119 ponttal a hatodik, Kis Levente 94 ponttal a hetedik, Bognár Keve 88 ponttal a nyolcadik, Tóth Péter 91 ponttal a kilencedik, 60 ponttal Farkas Márton a tizedik, 72 ponttal Bakos Zoltán a tizenegyedik, Súlyok Norbert 61 ponttal a tizenkettedik, Csettei János 54 ponttal a tizenharmadik, Dóda Jonatán 46 ponttal a tizennegyedik, Fábri 43 ponttal a tizenöt, Tar Tamás 53 ponttal a tizenhat, Mócika Dávid 30 ponttal a tizenhét, Primus ugyancsak 30 ponttal 18-dik, Sipos Tamás 22 ponttal 19-dik, Balog Erik 13 ponttal 20-dik, Dornai Patrik 10 ponttal 22-dik, Marinka Tamás 7 ponttal, és van egy 0 pontosunk Lőrinc Gabi, aki ugye nem indult, illetve aki már nincs ilyen a ligába, Gál Szilveszter, és van egy újoncunk, Varga Gábor 4 ponttal 25-dik. Na, hát itten úgy néz ki közben a futamon az időmérő után, Orbán Tamás az első, Demeter Ádám a második, Boró Krisztián a harmadik, és engedtessék meg nekem, hogy ne soroljon fel a többieket, mert kezdődik is a fergeteges futam. Ha nehogy Isten köhögök, akkor nem kell megijedni, csak meg vagyok fázva, nagyon meg vagyok fázva. Úgyhogy a héten minden lehetséges probléma volt, megfázás, gép probléma. És már a srácok el is indultak, lássuk, Orbán Tamás meg tudja tartani az első helyet. Nem tudja megtartani, de meg tudja tartani. Hát a srácok oda-vissza előzik egymást, ott hátul egy kisebb probléma volt. Így van, megcsúsztak a srácok. Boró Krisztián megúszta dolgot, lássuk hátri mi van. Cséplő az ötödik helyen, tartja. Ott valaki el kicsit elfékezte magát, lássuk hátri mi történik itt. Jaksi hatodik. És itt hátrébb előzések Súlyok Norbert környékén. Norbit, Bakos Zoltán szeretné megelőzni, illetve Primus. Ups, egy kis bum. Primus egy kicsit koccant. De semmi probléma. Úgy látszik, a srácok nagy részt eljöttek problémamentesen. Így van. Senki nem maradt ki. Itt van az újonc régi visszatérő, Varga Gábor. Tóth Péter a 14. Na jó, hát akkor nézzük elől. Itt van a Lőrinc Gáborunk is. Nos, akkor az elején ugye izgalmas van, mert Orbán Tamást a Demeter Ádám próbálja megelőzni, ugye? Már a rajt kezete óta ott egy nagyon pici koc volt, talán jó, nem ütik ki egymást, szépen óvatosan, ügyesen el tudnak menni.
De a srácok nagyjából ott hátul elkezdtek vonatozni, inkább szélárnyékozni. Na, hát akkor úgy néz ki, ugye, hogy Orbán Tamás az első, második helyen Demeter, na lássuk, meg fogja előzni, vagy sem, itt beteszi. Nem tudja megelőzni, nem baj, akkor menjünk még hátrébb. Harmadik helyen tart Tamást láthatjuk, aki eléggé megközelítette a két élen menőt. De ugye biztonságos távolból nézi őket, hogy mit csinálnak a srácok, és az legelső adandó alkalommal ráveti magát az áldozatára. Negyedik helyen Boró Krisztiánt láthatjuk. Ötödik helyen Cséplő Mátét. Hatodik Jaksi Gyula. Menjünk újból előre. Demeter megpróbálja itt belső íven tartani az autót, de nem jön össze neki. Hát a srácok unatoznak, Demeter nem igazán tudja megelőzni. Sajnos a súlyokról nem tudok per pillanat semmit. Engedtessék meg nekem, hogy ugye ez van. De ami késik nem múlik, és Szabó Krisztián szombaton ő fog közvetíteni, és akkor majd el fogja mondani a súlyokat, hogy milyen súlyok voltak. Illetve ki, hogy volt megbüntetve. Ugye hát sajnálatos módon a technikai problémánk miatt ugye a PF1-jel futama is elmaradt. Mondjuk az kommentátor probléma is volt, mert a fő kommentátorunk onnan megbetegedett, ugyanazzal küzdik, mint én. Fiatalodik, mármint taknyolódik. Orbán, ki az? Tar. Tar Tamás megpróbálta megelőzni Demeter, de nem igazán tudta ott tartani az autót. Nézzünk egy kis onboardot, hogy az milyen. Na, és most talán lesz előzés. Nem. Tartják az itt zívet a srácok, úgyhogy nem igazán engedik az ideális ívre az ellenfelet. Ja, apropó, ha nem mondtam volna, akkor most Zandvoorton vagyunk. Csak így a herc kedvéért gondolta megemlítem, ha nehogy Isten valaki nem ismerte volna föl. Hát a pályáról annyit kell tudni, hogy görbe. Körülbelül ebből kifolyólag ennyi tudok mondani, szóval. Hoppá, és Tar Tamás megelőzte Orbánt is. Nem, rosszul láttam, az Demeter volt, de mindegy. Úgy látszik, nem csak a Robitussin, hanem szemüveg is kell nekem, de hát. Demeter nem adja fel, toszogatja, kocangatja. Hmm.
Na hát, úgy néz ki, hogy Demeterünk nem tud mit kezdeni Orbánnal. Ott van a szélárnyékán, kanyarokban, ahol talán egy nagyon picit jobban jön ki, viszont blokkolva vannak az évek, úgyhogy nem igazán tud mit csinálni. És a közben ugye a többiek meg hátul vonatoznak, mert semmi más nem tudnak csinálni. Egy év van, azt kell követni, ha azt nem követi, akkor nem tud mit csinálni, mert előzni elég nehéz. Na és most Demeter kiugrik, lássuk, nem. Ugyanaz, opp, egy kis kocs, tükröt, nem törték. Kicsit agresszívül vezet Demeter, de mondjuk ez megérthető. És közben Boró Krisztián sunyi módon megelőzte Tartamást. A kis sunyi. Lássuk, hogy Boróknak mennyire fogja tudni őket tartani, illetve meg tudja előzni majd. Itt újból próbálkozik Demeter. Orbán zárta az éveket. Na és most kívülről próbálja meg, Demeter hibázik, de ott tartja az autót. Itt megcsúszik. Orbánnak egy kicsit jobb kigyorsítása van. Hoppá! És Boró Krisztián megelőzte Orbánt. Hát Orbán Tamás félkör alatt két helyet is bukott. Sőt, de lássuk, talán így van, vissza tudta előzni. Kis toszolygatás. Ott hátul, hát Orbán Peti eléggé feltartja Bandát, tehát megelőzi, és aztán szépen ott tudja tartani az autót. Elég jól megy a gyerek. Na, hogy ne legyen sértődés, még mielőtt meg nem előzik itt egymást, még nézzük, ugye Tartamás a harmadik, negyedik Boró Krisztián, ezt tudjuk. Jaksi Gyula az ötödik, akit Cséplő Máté követi. Itten nem lesz semmi, de viszont itt előrébb Boró Krisztiánt visszaelőzte Tartamás, és már ott van Orbánnak a nyakán. Viszont Demeter elég szépen elhúzott. Hopp, és Tartamás hibázik, megfogja az autót. Viszont Borók ráesik. Hopp, hát cikázás. Ajajajajaj. Most ezt nem tudom, hogy cikázás volt-e, vagy Borók egy nagyon picit megkoccantotta, de minden esetre Tartamás meg tudta fogni az autót. Hát csúszkálnak már a srácok. Hiba Tartamástól. Lássuk, mi történik hátrébb. Itt Cséplőre ráesett Sáfrány István. Fekete BMW-vel meg is érkezett. Nézzük még hátrébb.
Bakur Zoltán, hát senkit ő nem zavartatva a 8. helyen. Sölyök Norbert 9. helyen ugyancsak, előtte meg a háta mögött nem nagyon vannak. Csete János 10. helyen. Na itt Bognár Keve, illetve Varga Gábor. Varga Gábor az utolsó helyről elég szépen följött. 12. Hát még szoknia kell a módot. És Varga Gabi már jön is be a boxba, és hoppá! Majdnem kipördült. Csak látom, Csépi Máté már volt a boxba, előtte Primus 11. helyen. Hát a Cséplőnek frissebbek a gubai, jó van, hülye gyerek, gumiai. Viszont Primusnak melegebbek, de hát úgy néz ki, hogy a friss gumi azért nagyon-nagyon sokat számít. Hát akkor nézzük újból vissza. Primus háta mögött, 13. helyen Tóth Péter, hát se előtte, sem mögötte senki. És 14. helyen Kis Levente, a nagyfőnök. A boss. Picit csúszkál az autó. Nézzük még hátrébb, Varga 15. helyen, amit Varga Gábor. És lőrüncünk kiesett, összetörte autót, az kiesett. Igen, a kommentá az nem más, mint Szabó, aki fennmaradt, ugye végignézve, mi történt ott hátul. Borók. Borók és feltehetőleg Tar Tamás össze vitáztak. Ez van, ha gyorsan vezetsz, meg agresszívül, meg R-faktorral. Hopp, és Borók újból le. Borók az? Várjál, nem is Borók az, várjál már, mert már ki az? Ott valaki. Na, de legalább azt tudom, hogy valaki. Igen, Jaksi Gyula. Jó van. Jaksi Gyula ugye megelőzte Borókot, gondolom a Csetepati közepette. Majd kisebb hibát vétett, és visszaelőzték. Boró Krisztián 3. helyen, Orbán Peti a Peti, bocsánat, ő a bátyus, tehát Orbán Tamás a 2. helyen, Demeter még mindig az elsőn. És kurvára csíp a pizza. Hoppá, Demeter kicsit lagol, nem kicsit. Orbánnal minden oké. A Tar Tamásnak elég szépen lebomlott autó. Szépen összetörte. Könnyebb lett az autó ezáltal. Viszont vezethetetlenebb szerintem. Bakor Zoltán van Tar hátánál. Hát akkor nézzünk Bakossal egy kört.
Varga Gábor, ajj, hibázik, ugye ő lekörözött, Bakosa majdnem összeakaszkodtak, illetve bizonyára nem vette észre, hogy Bakos is jön, ugye, mert az előtte lévő tartamás megelőzte, illetve lekörözte, majd ki akart húzódni az ideális évre is, aztán észrevette, hoppika, még van, aki jön. Hála Istennek nem lett belőle probléma, de Zoltánkám egy kicsit nyomja azt a gázt, mert sérült autóval meg kéne már előzött tartomást. Hát ez nem volt szép, lesodorta, nem hagyott neki helyet. Itt is megpróbált lesodorni, de bejöttek mindketten a boxba. Na már most. Lehet, hogy nem sodorta le. Lehet, hogy nem akarattal csinálta. Lehet, hogy csak én láttam úgy. Minden lehet. Lehet, hogy a föld is kerek és forog. Nap körül. Az is lehet, hogy nem. Ezt azért mondtam, mert a múltkor, amikor tehát valamik versenyen ugye kijelentettünk egy pár dolgot, én is, meg István is, Varga István, és hát elég sokan felháborodtak, mondván, hogy mehogy mi nem úgy látjuk a versenyt, ahogy ők látták, hogy az nem úgy történt, ahogy mi láttuk, nem, mink vakok vagyunk. Mink nem látjuk, mink egyféleképpen látjuk, ami ott történik, szerintünk az történik. Ennyi. Természetesen, mikor pilóták voltunk, akkor mink is teljes mértékben elutasítottuk, hogyha véletlenül valakit kiültünk, nem igaz, mert azóta hibás, mert befékezett előttünk. Ez természetes, mindenki saját véleményét megvédi, úgyhogy ez van. De térjünk vissza. Zolinak úgy látszik, hogy sikerült megelőzze Tamást a boxba. Viszont Tamás nem szeretette meg az autóját. Viszont hátul jön a nagyfőnök, vagy a kisfőnök, Kis Levi. Szépen lassan arra szólva, viszont valaki lopát cseteben van a boxba, Jönikám, most jön ki. Tóth Peti 12. helyen van benne a boxba, most jött be. Hát Varga Gabi meg kint van a pályán, ő most nem jön be. A Lőrinc ugye kiütötték, vagy összetörte magát. És újból nem más vezet, mint Orbán Tamás. És lehet, hogy csak idáig, mert Tomi bejött a boxba. Hát a mögött nem más, mint Boró Krisztián, ha jól látom. Így van. Tomi már megy vissza. Krisztián... Igen, megáll. Hopp, és kiment el előtte. Demeter. Nem Demeter. Nem, Varga Gábor, összekajáltam Demeter autójával. De Demeter van előtte.
hát elkezdődtek Bucks kiállá. Sok. Csípő felverekedte magát a harmadik helyre. Sáfrány is van a negyedik helyen. Még mindig Csíplőt próbálná elcsípni. Hopp, Csíplő megbicsaklott. Nézzük át, Riboru Krisztián 5. helyen, Jaksi 6., Bakos 7., Tartamás a 8., Súlyok 9., Kislevi a 10., Prémus Abner 11., Bognárt Kevet 12., Csete jön a 13., őt követi Tóth Péter. Közben, hogyha folyamatosan megy el a hangom, nem kell megijedni, csak kezd fájni újból. Ja, hát ez van. Mind halogattam a felvétel, de hát előbb-utóbb meg kell csinálni. Most egy kicsit jobban érzem magam, és akkor mondom, akkor megcsinálom. Úgyhogy... egy szép előzés láthatunk. Tóth Peti szépen megelőzte Csetét. És hát meg úgy gondolta, hogy most minek tartsa föl, hát majd úgyis hibázik, és akkor megelőzi, visszaelőzi, vagy csak játszanak egymás idegeivel. Viszont Csete most egy kicsit, mintha megpróbálná más íveken kiautózni az előnyeit, vagy a hátrányait, hopp itten, nem? A probléma az, hogy mindkettő BMW. Na és ugye 16. körben vagyunk. Ha jó számolom, körülbelül fél órája, majdnem 28 perce megy a műsor. És van még körülbelül 10-valahány perc. 12-13-15 perc, Schatzberg kb. Ez azt jelenti, hogy 20-22 körös lesz a futam. Hát nézzük akkor, mi történik elől. Hát igen, újból lemaradt, de nem maradtunk le. Semmiről nem maradtunk le, mert mink itt vagyunk. Demeter Ádám az első helyen, ugye box kiállások után újból első helyen van. Orbán Tamás a második helyen. Közeleg Demeterre. Kicsit ott szélesített, elég poros az a rész ottan, úgy néz ki. Sáfrány István meglepetésünkre feljött a harmadik helyre a box kiállások után. Nem tudom, van még egy box kiállás vagy sem. Boró Krisztián a 4., Csíplő Máté 5., Jaksi 6., Zoltán Bakos 7., Tartamás a 8., Súlyok Norbert 9., Prémus Abner 10., Bognár Kevet 11., Tóth Péter 12, Csíplő, Csete János a 14, Csécsé, Varga. Nos, tehát ott maradtunk, hogy Varga Gábor 15, majd össze kell rakni a videót, de jó. Lőrinc még mindig ki van esve, kommentátorunk még mindig ott van, ahol
Demeter. Nos, ugye 19. percben vagyunk, Demeter, Ádám Demeter, Demeter Ádám az első, második helyen Orbán Tamás, hát ebből nem igazán lesz előzés szerintem. Sáfrány Isti a harmadik, viszont ott hátul jön Borók, Krisztián, és ahogy látom, a gyorsabb volt a legutolsó köre, ugye mert Sáfrány 1.31.021-et ment, és Borók Krisztián 1.36.07-et. Talán az utolsó percekre marad valami izgalom. Jaksi Gyula lassabb, itt az előtte lévő Borók. Bakkos hatodik, a Törött Óru Tartamás hetedik. Mármint, hogy Törött Óru, mármint az autójának az óra törött, tehát nem az ő óra. Viszont ez a két lámpa a güzös szemekre hasonlít, gyönyörű. Így kiáll az egész üdvülő. Csúszkál is rendesen. Máté a Cséplő, a nyolcadik. 1.30.43, elég szép. Sülok Norbi 1.33.140. Rémus most jön a boxba, az utolsó gumicserére 1.43. Helyett 1.44.066, ugye. Kis Levé 13. helyen 1.31.476. És már Prémus jön is ki. Hát nem más, mint Prémuszka. Jó, Prémus ki. Na. Tehát Varga Gabi 15. 1.34.227. Tehát igen, kell még gyakorolni, de nem tudom, most én érzem, hogy lassan megy. Te nem is tolná annyira. Ja, a motor is olyan... és újból itt elől. Hát, ami kicsit, mintha elfékezte volna magát. Mint ahogy mondtam, körülbelül 20-22 kört mondtam. Hát, 21. körbe vagyunk. Több lesz ez. Több lesz. Hoppá, és Demeter megcsúszott. Hát, hogy ráhúzunk még egy pár kört, és 23-4. Demeternek elfogytak a gumiai. Kigyorsításnál problémája van, és Orbán Tamás egyre közelebb hozzá. Demeter már csak 1.44.51-et megy, míg Orbán Tamás
1-31-954-54-et. És itt újból elfékezhetem a tárt, kigyorsítása újból füstöl. És közben üzenem minden drága nagyfiamnak, Ádámnak, hogy nem volt jó ötlet ez a csípős pizza. És hopp, és Demeter megpördült, ennyi volt, ennyit tartottak a gumik. Nos, és hogyha finom pizzát szeretnétek enni, és ne adj Isten, Bihar környékén tébábultok, illetve errefele utaztok, akkor ajánlom, hogy a Hellypress-et keresétek föl, és ott kóstoljátok meg a Diavola nevű pizzát, hát igen, olyan az íze is, amilyen a neve, csípős. Ez fizetetlen reklám volt. Közben Sáfrány István borókot agresszálja. Jó szó, én most találtam ki. Jobb, mint hogy azt mondanom, hogy baszogatja. De nézzünk előre, hogy mi történik közben ott elől. Demeter... Hát... Most már egyre lassabban megy. A kis szemfüles Orbán Tamás, ugye végül csak visszajött az első helyre. És már 23. körbe vagyunk. Hát lehet 25 kör lesz belőle. Nézzük, hogy hátul van-e valami incidens, de mert nem jön még ki a boxba. Hát nagy izgulása miatt rontott. Sáfrány a harmadik helyen, se előtte, se mögötte. Borók tisztján a negyediken. Hát úgy néz ki, hogy kicsit széthult a mezőny, legalábbis az eleje. Jaksi Detto ugyanúgy, se előtte, se mögötte közvetlen. Bakos Zoli, hát mondjuk inkább Bakos Zoli van közelebb Gyulához. Na, Cséplő hibázik, hoppá, hoppá, és tart Tamás. Mindjárt meg is előzi. Hát úgy vélem, hogy Tart Tamás a mai nap vesztese, meg lehetett volna akár az első hely is. Sajnos lemaradtunk a zominózus esetről, már csak a végkifejlettele kapcsoltam oda.
tehát hát, hogy ki lehetett a hibás, az ugye nem tudjuk. Viszont tartalmas, hát furcsán vezeti azt az autót. Elég szépen füstölgettek a gumik fékezésnél. Hát nézzünk hátrébb. Hátrébb ugye 9. helyen súlyok Norbert. Aki előtt van valaki, egy fekete Mercit láttam. Mi a Varga Gábor, ugye azt mondom, hogy ő le lesz körözve. Csete Jani a 10. helyen, picit szélesít, és hátul, hopp, Tóth Péter és Kis Levente arcát követhetjük. Ó, Levi, mi történt? Természetesen könnyen teszem föl a kérdéseket, hogy mi történt, viszont azt kell tudni, ugye erről a módról, ha elkopik a gumi, akkor annyi. Tehát, ha meg kezd kopni, akkor meg amannyi. Logikus, nem? De akkor meg... Na, ezt megbeszéltük, akkor menjünk tovább. Primus meglepetés számomra, hogy ennyire hátul van, 13. helyen. Őt követi Bognár Kevet 14. helyen. Hát arra a rázókőre én nem szívesen tenném le az autót. Varga Gábor a 15-en, ami 15. helyen, nem fent az emeletet. Lőrinc még mindig széttört autóval, kommentátorunk újból nem látszik. Orbán Tamás, majdnem Pétert mondtam, Orbán Tamás még mindig az első helyen, és be is ért. Úgy néz ki, hogy Orbán Tomé megnyerte ezt a futamot, fergeteges futam volt, bravo, gratula. Demeter Ádám lett a második, őt követi Sáfrány István a 3. helyen, Boró Krisztián a 4. helyen, igen. 5. helyen Jaksi Gyula, Zoltán Bakos 6., Máté Cséplő 7., Törött Óru Tartamásunk 8. helyen, gratula nektek. 9. helyen Súlyok Norbert, de még megvárjuk, hogy beérjen, nehogy véletlenül lemaradjunk valamiről. Tehát Súlyok Norbert 9. Őt követi Tóth Péter, és közben a lekörözött Varga Gábor ugye már áthaladt a célon. Tóth Péter a 10., Kis Levente a 11., Prémus a 12., már nem előzzük meg, igen, Prémus 12., Csete Jani a 13., Bognár Kevet 14., Svarga Gábor a 15., Lőrinc kiesett, kommentátorunk meg láthatatlan. Nos, hát akkor gratulálok a kedves pilótáknak, köszönöm szépen a figyelmet, illetve köszönöm szépen azt a türelmet, amit közel egy hét szünet után megtörtem. Na jó, nem. Lényeg, a hülyeségeket mondtam, elnézést kérek, gyógyszerhatás alatt vagyok. Jó, nem, de majdnem. Lényeg, hogy szombaton Szabó Krisztiánnal DTM, ha jól emlékszem, Nürburgring, illetve vasárnap PF1-el remélhetőleg lesz kommentátorunk, ha nem, akkor nem lesz leadva, vagy max autókammal. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet,
Sziasztok!